A KIT ZRT Dabasi telephelyének rendeltetése alapvetően vegyi és agrokémiai anyagok tárolása, valamint ki- és beszállítása. A katasztrófavédelem törvény írja elő, hogy meghallgatást meg kell tartani. A biztonsági elemzés törvénynek megfelelően készült, ugyanis azokat az üzemeket, akik egy bizonyos mennyiségű veszélyes anyag fölött tárolnak, azok biztonsági elemzés vagy jelentés készítésére kötelezettek. Ez azt jelenti, hogy az üzemnek fel kell mérni azt, hogy milyen veszélyeket hordoz magában az, hogy ő ezt a veszélyes anyagot tárolja. Itt a mérgező füst elsősorban az, ami a telepen kívül terjed. Itt a veszélyes anyagok, van lévő klór, kén, nitrogén, tehát a nitrózus gázok terjedése az, ami kiléphet a kerítésen kívül, de ezt elemeztük, és ez a számítások szerint elfogadható mértékű, de ez a jelentés bekerült a katasztrófavédelem, ez aki ezt értékeli, elfogadja, és miután ez az elfogadás megtörtént, illetve hogyha valami nem egyezik az ő általuk elvégzett számítások során, akkor ezt egyeztetjük, módosítjuk esetleg ezt az elemzést, vagy a KITE ennek megfelelően más, valamiféle védelmi intézkedést tesz, ha ez úgy látszik, hogy ez nem megfelelő, és azután kapja meg a katasztrófavédelmi engedélyt a KITE, hogy ezeket a anyagokat tárolhatja ebben a mennyiségben. Zelenák András képviselő úr azt a kérdést tette fel az illetékeseknek, hogy itt Dabason sor kerül-e csomagolásra, vagy azok megbontására. Csomagokat nem bontunk ki. Tehát ezek gyári csomagolásban érkeznek és mennek tovább. Nem csomagolunk, annyi, hogy raklapot átrakunk esetleg, vagy pedig mennyiségileg szétosztjuk a csomagokat. Úgyhogy dobozt, fegyszert, semmit nem bontunk ki, műtrágyát semmit. Úgyhogy ezek gyári csomagolásban érkeznek, és úgy mennek tovább. A dobozokon fel vannak tüntetve mindenféle bárcák, tűzveszélyességi veszély, katasztrófa veszélyességi, mindenféle jellel ellátott dobozok, az nélkül el se viszik, és be se jöhetnek a KIT-be. Úgyhogy ezek teljesen szabályosan megfelelőek, külföldről jönnek, Magyarországról jönnek, tehát ezek EU tagállamokon belül mozgó dobozok, tehát dobozolt áruk, és mindenféle veszélyességi bárcának megfelelnek. A katasztrófavédelem képviselői addig nem kívántak reagálni ez ügyben, míg el nem végezték a saját felméréseiket és számításaikat.